három állásrész volt kiépítve, volt az alsó, mi vagyunk, arra fönt, illetve ott azon a részen, ami azon a részen volt, ott le is lehet menni a völgybe. Tulajdonképpen, amikor itt meg volt az átkelés, ott simán fel tudtak jönni, nem kellett itt a dombbal sok mindent megmászniuk. Több mint 70 éve a II. Világháború végső szakaszában a szovjet csapatok 1944. decemberére elérték a Dunát, majd átkelve rajta december 6-án elfoglalták Ercsit. Aki ebbe a hideg decemberi időbe kilátogat ide a kápolna környékére, meglepő látványba lehet része. Német katonák vannak itt mindenhol. Kik vagytok? Honnan jöttetek? Hát igazából mi egy friss csapat vagyunk, pontosabban a nevünk az Grenadier 1944-45 katonai hagyományőrző baráti kör. Jelenleg azért jöttünk ki, mert az 1944. december 4-től 8-ig tartó ercsi ostrom, illetve szovjet átkelésnek az évfordulóra szeretnénk egy fotómontást csinálni, pontosabban az eredeti helyszíneket felhasználva, és ezen oldalról pedig az itt harcolt német alakulatnak szeretnénk a lövészrobba töltött hétköznapit bemutatni még az átkelés előtti időszakból. Az eszköztére mindenünk megvan, tehát a vizes kannától kezdve egy géppuskáig is, ami pedig igazából... Tegyük hozzá, nem működőképes az a géppuska. Természetesen ez hatástalanított fegyver, papírral, fegyverszakértel igazolt, illetve 10 fegyverek, tehát ami végképp 10 játék, de egy az egybe az eredetileg a pontos mása. És hát úgy tudom, mert előtte egy picit beszélgettünk, hogy neked van ercsi kötődésed is, tehát innen is sok mindent tudhatsz erről a dologról. Így van, én 12 évig voltam ercsi lakos, nagyapám, aki sajnos nincs köztünk, de ő 8 éves gyerekként ő szem- és fültanúja volt az itteni átkelésnek. Muszáj megkérdeznem, mennyire legális dolog ez, illetve milyen szabályai vannak ennek a fajta hagyományőrzésnek? Ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha eszmétől, politikától teljesen mentesen és minden legális, tehát lepapírozott, hatástanított fegyverekkel, vagy akár díszfegyverekkel. Itt az önkényről jelképet se arra felhasználni, hogy az ember visszaéljen ugye annak a múltnak a rosszabb élményeivel. No, hát akkor néhány mondatba tartsunk egy kis múltidézést. Hogy nézett ki ez az átkelés valójában? Ez nagyjából úgy nézett ki, hogy 1944. december 4-én este 11 órakor volt az első felderítő átkerés pontosan a kápolna térségében. Itt három szovjet felderítő végzett a Dunaparton lentő akna felmérést. Előtte egy elég erős szovjet tüzérségi tűz is érte az itt lévő német állásokat, és utána a felderítés sikeres volt, egy szovjet zászlóalj kelt át, ami el is foglalta még aznap éjszaka az itteni állásokat. Egy szovjet veszteségről szinte csekély az adat, tehát nem szenvedtek nagyobb veszteségeket, viszont német veszteség az 300 fő volt, de csak itt a kápolnánál. A 4 nap alatt, tehát december 4-től 8-ig az összesítés szerint a német-magyar veszteség volt majdnem 5000 fő ebben a térségben, tehát Sinatelep, Ercsi és majdnem ért, illetve a szovjet veszteség, ami elég érdekes adatok, nagyjából 3, maximum 4000 fő lehetett. És igaz, hogy az itteni átkelésnél rengetegen estek el, és nem csak a maga a golyózápor, hanem a hideg, a Duna, tehát vagy megfulladtak, vagy a légi csapásokba szenvedtek halálos sérülést. A két fél szinte egyenlően állt, és mégis a német-magyar csapatok szenvedtek nagyobb veszteséget, mivel szakaszonként indítottak ellentámadást itt több részen, míg a szovjetek ugye egy erőbe tolták át az egységeket. No, és akkor fontos kérdés, hogy kívántok ebből hagyományt teremteni, hiszen azért nem kerek évfordulót ünneplünk. Ez már egy nagyjából 3 éves terv, én 11 éve vagyok katonai hagyományőrző, kisebb-nagyobb megszakításokkal, de most talán már beindulni látszik a dolog. És reménykedünk, hogy bővülhet a csapat is, illetve azt is, hogy az emberek nem azt fogják ebben meglátni, hogy jaj, németek, jaj, daros, stb. Tehát nem. Itt a történelmi dolgoknak a bemutatása a lényeg, akár szovjet, akár magyar, akár német, vagy akár amerikai oldalról is, hogy itthon csinálják, ez szintén a történet szolgálja.